34 mérkőzés, 11 győzelem, 8 döntetlen 9 vereség, ez Egervári Sándor éveinek statisztikája a magyar labdarúgó válogatott élén, ehhez a beugró Csábi József még hozzátette egy Andorra elleni, hát már szomorkás sikert, evel pedig forradalmi hangulatban le is zárul egy korszak, újabb fájó kudarcokkal a végén mérlegen az Egervári a veszélyes a politika érdeklődése, illetve mit jelent a 10-20 évnyi hűítés Báj Szalai Ádám, szóval Andrus József a stábban kapusedző, aki a 29 évvel ezelőtti holland verésen káprázatosan védett, most vele értékelünk ebben a mostani hangzavarban. Szia, jó, reggelt, jó és Jóska, kezdjük, hogy ezért is különös a helyzeted, mert ugye ott álltál játékosként a kapuban 29 évvel ezelőtt, most meg ugye ott ültél a kispadon a katasztrófa részeseként. Ugye, a mezei doktor felidézte, hogy akkor is az ellenfél volt torony magasan az esélyes. A felkészítésben, és itt most nem a szakmai részére gondolok feltétlenül, inkább a lelki részére mi volt a különbség a két helyzet között, ha összehasonlítod? Nem volt lényeges különbség. Nem. Nem. Uh, nagyon érdekes a szituáció valóban, mert a részesebb voltam annak a 29 évvel ezelőtti sikernek, ahol egy Hulit, Ricard, Fanbasten uh, és még sorolhatnám trióval uh, felálló torony magosan esélyes holland csapatot sikerült legyőznünk. Uh, annak a válogatottnak volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy lényegében uh, a játékosok tudás tekintve nincs lényeges differencia az akkori csapatban játszók, meg a mostani között. Meg a között. Tehát nekem meg szent meggyőződésem. A óriási különbség az az, hogy egy olyan játékrendszert játszott a 29 évvel ezelőtti válogatott, amivel megleptük egész Európát. Ez a középpályás letámadás, labdaszerzés, amivel gyakorlatilag megbénítottuk a minden ellenfélnek a játékát. Egy sokkal átláthatóbb futballt játszott akkor Európa. Ezzel szemben mi játszottunk egy igen komoly agresszív labdaszerzéses játékot. És erre nem tudtak reagálni a hollandok. A hollandok úgy nyilatkoztak a 29 ezer, évvel ezelőtti mérkőzés után, hogy úgy érezték, hogy a magyarok 12-en vannak a pályán. Hát ez a játékrendszerből következett. Ennyi volt a különbség, ezért tudta az a, az a válogatott annak idején legyőzni a németeket, a brazilokat, a hollandokat. Tehát az a helyzet, hogy ma ez a mostani magyar válogatott, ez. Ez nem játszott, vagy ennek a, a szövetség kapitánya az elmúlt évek alatt nem tudott, vagy nem volt lehetősége, vagy szóval miért kitalálni egy olyan játékrendszert, stílust, ö, olyan elképzelést, ami ilyen szempontból ö, meglepetést tud okozni az ellenfeleknek. Megfordult a világ. Most a hollandok játszák, meg a németek játszák azt a totális futbalt. Erőnélítőleg felkészítve a saját játékosaikat a klubjukban. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy az Egerváris annyitól, vagy tőlünk, a stábtól nem lehet elvárni, hogyha megkapja hétvégén a játékosokat a klubjaikból, akik másodosztályú, orosz és német klubokban játszanak, és öt nap alatt felkészítse őt, őket arra, hogy a világ top-top-top élcsapatainak meghatározó futbolistái, ellen, akik a válogatottban egy jól szervezett, totális futballt játszanak, erre, erre fel tudja készíteni ezt a csapatot. Ez, elvá, ez, 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 nem megvalósítható. Abban az időszakban, 29 évvel ezelőtt a mezői Gyuri egy évben több alkalommal három hétre megkapta a játékosokat. Azaz a klubjukból kiszedte, és elmentünk benni dolgba edzőtáborozni. Elmentünk nyáron Stuttgartba három hétre edzőtáborozni. Tehát volt lehetősége arra, hogy a játékosok állóképességét, technikai tudás szintjét és egy játékrendszert kialakítson. Ma, amikor elő van írva, hogy mikor kell elengedni a kluboknak a játékosokat a válogatottban, az konkrétan meg van határozva, Képtelenség. Tehát hogy pénteken hmm. a hollandok ellen kimész a akkor, viszont akkor a különbség az, hogy mi nyilvánvalóan meg tudjuk, hogy a holland kapitány is ugyanígy kevés időre kapja meg, csak ő más, más minőséget hát honnan kapja. kapja. persze. Más bajnokságú hát, bál, persze, hát a, no. a bajnokság készít fel. Tehát a bajnoki mérkőzésen, hát a Manchester united el, van játszol az Arsenal ellen, vagy, vagy, bármelyik élcsapatban játszol, és folyamatosan a világ top futbolistai ellen játszol, te top formában vagy. Azt mondanak hogy ilyen szempontból akkor te mennyibe értesz egyet Szalai Ádám kifakadása, a kirohanásával, helyzetértékelésével? Szalai Ádám, az sok mindenben egyetértek, az időzítésével nem értek egyet, a, a, a mondani valójának a nagy részével egyetértek, mert egyet kell értsek. Húsz éve azt várjuk, vagy 29, vagy gyakorlatilag puskásék óta azt várjuk, hogy egy rendszer, amelyik mondjuk most elnézést a Skoda, autogyártó, Skoda autókat gyárt a futószalagján, porsche fognak eljönni a végén. porsche a versenyeztünk turbo, porsche közé kerültünk be a magunk fölturbozott Skodáinkkal. Skoda, Skodaként vagyunk fölkészítve. Tehát ez a magyar utánpótlás rendszer jelen pillanatban, bár hozzáteszem, hogy meg a Csányi úrnak igazat, hogy nagyon sok minden változott, fejlődött, de ez egy 12-15 éves folyamat, aminek az eredményeként a végén a rendszer átalakításával már Porsche-turbók jöhetnek le esetleg a futószalagról. Ma jelen pillanatban közepkategóriás autók jönnek le. Akkor abban viszont egyetértesz, hogy lehet, hogy a várakozások, amely várakozásokat persze felülről is keltik, meg ugye a szövetségkapitány is mondta, hogy ezt el lehet érni, ezek túlzóak voltak, vagy túlságosan föl lett korbácsolva a közvélemény is, hogy na itt a most vagy soha, most tényleg ki tudunk jutni? Az Egervár is soha nem mondta azt, hogy a világbajnokságra ki fogunk jutni. Ő azt mondta, hogy szeretnénk elérni azt a célt, ő azt mondta, hogy a következő Európa bajnokságra beváll, vállaljuk be azt biztosra, uh -huh. mert addig a kiépítjük azt a fiatal új csapatot, játékrendszert, eh, amivel ki és, és, természetesen egy, egy eh, 24 eh, csapatos elbére sokkal könnyebb Jó, kijutni, ott már jobbak ott a sokkal jobbak az esélyek, ezt vállalta be ez a stáb. A világbajnokságra szerettünk volna kijutni, és úgy gondolom, hogy, hogy eh, leszámítva itt a, talán a, a, kinti holland mérkőzést, meg a romániai mérkőzést, de ennek is megvan az oka egyébként, tehát ö, magyarázható módon. Mármint a romániainak. A, hát összességében ennek a, az, az idei őszi szereplésnek megvan, a, megvan az a fajta magyarázata, nem mentségként, de megvan a magyarázata. Az, 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 az hogy szólata. Hát ezt hát szól ezt olvasom no. neked. Akkor, amikor még a svédeket megvertük, akkor, amikor még komolyabb eredményeket elértünk, akkor következő volt a helyzet. Juhász Roland, Anderlecht, Rudolf Gergely, Koma Vladimir, Széria, Olaszország, Gera Zoltán, Piskin Tamás, Bogdán Ádám, Premier League Anglia, Gyuzsák Balázs, Szuperszár a Holland bajnokságban, Hajnal Tamás, Bundesliga Stuttgart, Szabi Stuttgart bajnokcsapatának húzó embere. Hol játszanak ezek a fiúk ma? Erről beszélünk. Másodosztály nem lehet felkészülni. Tehát ha te másodosztályban játszol, minden egyes hétvégén, ha játszol, visszajössz a válogatodba, nem tudsz a világ szupersztárjai el felkészülni. Képtelenség. Emberek, ébresztő. Azt mondd meg még Jóska, hogy a Csábi József utalt arra, hogy a csapategység megbomlott volna. Ennek az ősznek volt egy ilyen folyamata, hogy amikor, meg főként ugye az első, az első kihozanító pofonba ezekkel a kondíciókkal beleszaladt a csapat Bukarestbe, hogy bizony, hogy bizony, hát ez bajok vannak, Túz, tú, túlzott a teher, és, és, ez nem fog így menni, hogy ezt elképzeli a magyar közvélemény? Hát mi a szakmai stáb belül ezt ugye, tudtuk, hogy ki, hol játszik, és azt is tudjuk, hogy a, a, nem az edzés készít föl, nem az öt napi edzőtábor készít föl, hanem az, uh -huh. hogy onnan jössz, ahol hétről hétre edzel, és ahol hétről hétre bajnoki mérkőzéseken játszol. Az 100 -a meghatározza, hogy te milyen teljesítményt tudsz letenni az asztalra. Tehát mi ezzel a tudattal vágtunk neki, de annak ellenére úgy gondoltuk, hogy a közösségnek az a fajta ereje, az a fajta szervezett játék, ami eddig gyakorlatilag működtette ezt a csapatot és a maga módján hozta az eredményeket, hiszen azért ezt ne felejtsük el, hogy 67. helyről indult a magyar válogatott, amikor mi átvettük a csapatot, és a világranglista 67. helyen voltunk, és a 30. helyig, de voltunk 28 is a világranglistán, ez azt gondolom, hogy ez önmagában egy komoly eredmény, ennek a tudatában persze, hogy akkor olyan volt. az előbb igen. 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 Voltak surlódások? Nem utóbiát? voltak surlódások. Tehát a ebből például a Szalai és a kapitány közötti surlódás, ebből nem érzékelt senki semmit? A Szalai Ádámnak és a kapitány közötti surlódás pont ebből fakad adódott, hogy az Ádám ennek a kapitány felé hangot adott ennek a véleményének. De ez nem surlódás volt, az egyszerűen véleménykülönbség volt. Uh -huh. Ők egymással tudtak dolgozni. Az Ádám azzal a tudatta jött be a keretbe minden alkalommal, és a, a, a Sanyi próbálta ezt belőle kiverni, vagy hogy fejezem ki magam, hogy ezt felejtsük el, hogy, amit ő elmondott. Tehát akkor uh -huh. ez ez Ez, volt ez, ez valóban megvolt, az Ádám fejében megvolt, az Ádámban benne van, az Ádám ezt tudja évek óta, és az Ádám ezt most ki is mondta, az Ádám ezzel a ezzel az lélekkel jött be a keretbe, hogy, 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 hogy ez a realitás, ez a valóság. A Sanyinak meg az volt a dolga, hogy ezt megpróbálja valahogy elfelejtetni vele is, meg a többi játékossal is, és megpróbálni megcsinálni a csodát, mert ahogy mondtam, 29 évvel ezelőtt a hollandokat verő válogatott összetételét tekintve nem állt jobb képességű futballistákból. A végén azt mondnák, hogy Látsz -e olyan játékosokat itt soroltad, azt ki milyen bajnokságban játszik, de látsz -e olyan alapembereket, akikre egy következő szakaszban és a következő években is ebből a garnitúrából lehet építeni. Hát, hát szalai ádám lehet igen. Hát egyféle útja van ennek. Hát a magyar utánpótlás nevelésben jönnek azért ki tehetségek. Ha nem is azt mondom, hogy olyan, olyan szinten vannak kiképezve, meg hiszen ez egy szakma most már, tehát itt minden egyes mint egy esztergályos, minden egyes mozdulatot meg kell tanítani, minden egyes fogást meg kell tanítani. Nem is teljesen olyan szinten talán, mint a hollandok, a németek, de jönnek tehetségek is, azért sokkal jobban képzett játékosok jönnek ki, mint ezelőtt 10 évvel a rendszerből, vagy 15 évvel a rendszerből. Tehát mindenképpen van előrelépés. Én az MLS részéről iszonyú határozott fellépést tennék annak érdekében, hogy ezek a játékosok játék kapjanak. Tehát ez a fajta, nem tudom, hogy, hogy lehet megoldani egyébként, hiszen üzleti vállalkozásokról beszélünk a klubok tekintetében, tehát önálló költségvetéssel működnek, és, és hát maguk döntik el, hogy kit tesznek be a csapatba, de én a külföldről igazolt béligás külföldi profikat háttérbe szorítanám, kötelezővé tenném, hogy x magyar fiatalnak játszani kell, nem fogunk. Hát, Ha nem kapnak játék -e lehetőséget, akkor, akkor nem lesz magyar válogatott. Jóska, hát ö, azt gondolom, ez, ezt ö, többen is mondják, és azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon reális felvetés Lehet Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.